Üdvözlök mindenkit, Necroprim vagyok, és jöjjön Warframe Gamers Pszichológia következő része, hogy az eddigi részekben, amit megtaláltok a leírásban, de ha netán nem találnátok a leírásban a linkeket, akkor ugorjatok el kérlek szépen a csatornámra, és ott megtaláljátok a videókat, ha én lusta voltam, és nem raktam ki a linkeket. Ugye az eddigi videókban beszéltünk arról, hogy az cél, az oda vezető út, és az út közben felmerülő akadályokról, és a mostani videóban már elérkeztünk odáért, hogy már jó ideje benne vagy a játékban, már ismered a játékot, tehát megnőtt egy kicsit a lexikális tudásod, mondjuk már rengeteg kreditet van, rengeteg platodban, vagy tök mindegy, akármilyen játékkal is játszol, vagy akármit is csinálsz, de már ott vagy, hogy vagy nagyon-nagyon-nagyon közel vagy a célhoz, vagy már elérted a célodat, és ugye most Warframe esetében állsz, az űrhajóban forgolodsz jobbra, balra, bukfencezek, gondolom, és néha, mert unalmadban nem tudod, hogy mit csináljál néha, és itt ott megcsinálsz még egy kis challenge, de mindig van egy következő része ennek a lépcsőfoknak, tehát ha már elérted a célodat, akkor még van egy dolog, ahol tovább lehet ezt tolni, és egy újabb célt lehet magad elé kitűzni, vagy nem tudom, hogy ezt célnak lehet hívni. Én inkább úgy szoktam számomra hívni, hogy ez a megoldás az egyenlet végén számomra. Ugye sokszor az egyenlet végén lévő számot el lehetne mondani célnak is, de én úgy vagyok vele, hogy a cél az egyenlet felírása, és az egyenlőség után lévő szám számomra ez a fajta megoldás, amit ebben a videóban szeretnék közölni. Szóval tegyük hozzá azt, hogy mi emberek talán úgy vagyunk felépítve, hogy lehet nem mindenki, de speckó így vagyok. Úgy vagyunk felépítve, hogy szerettünk valamiféle nyomot hagyni magunk után, szeretjük tudni azt, hogy amit mi csinálunk, az értékes. És sajnos egy olyan társadalomban élünk, ahol léteznek értékesebb és kevésbé értékesebb munkák, célok, bármi, amit csinálunk, sajnos ez így van, de úgy gondolom, de is tényleg úgy gondolom, hogy ez rohadtul nincs helyén így, és nem gondolom úgy, hogy bármelyik munka is kevesebbet ér a másiknál, és mivel ugye egy természetben élünk, harmóniában a Földdel, így ezt a mindenek körforgása van, ha valaki valamit nem csinál meg ebben a körforgásban, össze fog omlani az adott rendszer, amit az emberek felállítottak, és az emberek igen-igen érzékeny rendszert állítottak föl, azt kell, hogy mondjam, és hogyha ebben az érzékeny rendszerből így kihúzunk egy kis csavart, akkor összeomlik az egész, erre láthatunk már példát, ugye, és ezt az érzékeny rendszert valamilyen szinten, hogy megkönnyítsük az életünket, érdemes fenntartani. Na, szóval, ugye elértünk oda, hogy már több mindenünk van, és azt hiszem, hogy számomra ez az egyenlet végén ez a megoldás az, hogy tanuljunk meg visszaadni. Tehát, ha elértünk valamit, ha jók vagyunk valamiben, akkor tanuljunk meg adni vissza, magyarul tanítani másokat, hát tanítani másokat, hülyén hangzik ez a szó, de megmutatni másoknak azt az utat, akik szeretnék követni ugyanezt az utat, amit te, megmutatni másoknak azt az utat, te hogy jártad be, és hogyan értél el odáig, és félreértés ne essék, és ezt például nagyon sokszor hangsúlyozom én is, aki csatlakozik hozzánk a ténába a Warframe részlegével, kifejezetten már a többi részleggel ezen téren is van. Sokan azt hiszik, hogy bejönnek ide, és akkor itt vannak a magas rangú játékosok, akiknek megvan a lehetősége ahhoz, hogy bármit is visszaadjanak, és sokan azt hiszik, hogy a visszaadni szó az arról szól, hogy ami neked van, azt nekem adod. Ja, és mindezt ingyen természetesen. Szóval álljon meg a minet, tehát elértél egy magas szintet ebben az egészben, megvívtad a magad útját, időt fektettél bele, és az idő az arról én speckó, úgy gondolom, hogy nagy kincs, és ebben időt fektettél bele, és vannak emberek, akik elvárják, hogy neked, hogy te azt odaad ingyen nekik, mert hogy ők még kezdők, mert hogy ők valami,
Na ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk. Az ilyen embereket élősködőknek nevezzük, az ilyen emberek igazából valahova a föld alá valók mélyen, legalább egy kukoricát tápláljanak, ha tud nőni rajtuk egy kukoricát, bár lehet, hogy abból is elszívják az életerőt, szóval az élősködőkkel nagyon kell vigyázni, és nagyon könnyű is velük vigyázni igazából, mert könnyű őket felismerni. Tehát van az az ember, vigyem el egy T3 Survivor-re, van valakinek egy T3 Survivor kulcsa, el tud vinni ide, el tud vinni ide, el tud vinni oda. Na most ezeket az embereket ugye nevezzük élősködőknek, de van az a fajta, aki nem tudja, hol kezdje el, és az el tud valaki vinni erre a küldetésre. Szépen odamész hozzá, hogyan adunk vissza, nem a vagyonunkat adjuk oda vissza, nem vagyunk hülyék, hát azért megdolgoztunk, ugye, nem fogjuk odaadni senkinek sem vagyunkat, és ebből a szempontból, tehát ha való életben van valaki ilyen rohadtul gazdag és sok pénz van, nem fogok irigykedni rá, hogy neki miért van ennyi pénz, és neki miért nincs ennyi pénz, és a többi, megdolgozott érte, ez az övé, nem arra vagyok kíváncsi, hogy nem azt akarom, hogy ő adjon nekem a pénzem, hanem inkább azt akarom, hogy mutassa meg, hogy lehet oda menni, és úgy gondolom, hogy a visszaadásnak ez a lényeges, kulcsfontosságú momentuma, hogy ha visszaadsz valakinek, ne adj a vagyonodból, hanem visszaadj neki a tudásodból, hogy megmutatod neki az utat, hogy hogyan lehet oda menni. Tehát a Jupiterre van egy alert, el tudnál vinni oda? Nem tudnak elvinni oda, de megmutatom, hogy hogyan juthatsz el oda, aztán szépen elindulsz azon az úton, és megcsinálod. Következő dolog, volt olyan is, hogy jaj, el tudnál vinni ide, jól van, elviszlek ide, meg le tudnád ölni nekem ezt a boszt? Hülye vagy, te, hogy ölöm le neked azt a boszt, majd te leölöd magadnak azt a boszt, megkillódsz vele, és leölöd, hogy érezd azt, hogy milyen benne lenni a rendszerben, milyen maga a játék, és hogy hova kell még fejlődöd, mert ha leölöm helyetted azt a boszt, akkor nem tudsz fejlődni, nem tanulsz semmit, és csak tudom, mire fáj fogad, csak a gyors vagyon gyarapodásra, nem, semmit nem fogok megcsinálni helyetted. Semmit nem fogok adni abból, mint nekem van. Megtanítanak rá, hogy legyen neked is mindaz, ami nekem van. Ha az neked nem segítség, akkor sajnálom, de ez a világ nem neked való. Rosszul működik valami a fejedben, ha azt hiszed, hogy azok, akiknek van már egy lexikális tudása a játékban, mindezt a tudást ingyen adják oda. Valamit valamiért világban működik, ha adok valamit, akkor el is várok valamit, de legtöbbször, hogyha már egy olyan szinten állok, hogy már nagyon semmi nem kell, akkor nagyon szívesen adok abból, amit tudok, és nagyon szívesen megmutatom azt, hogy kell oda eljutni, de semmi nem fogok odaadni úgy ingyen. Megmutatom, hogy kell oda elérni, de nem fogom odaadni ingyen. Értelemszerűen. Van a másik része is, tehát van az, hogy látod valakiben a potenciált, hogy ő tudná, ő csinálná, tehát vannak azok a nyers tehetség emberek, és te észreveszel egy ilyen embert valahogy a játékban, akkor megoldhatod úgy, hogy van fölösleges 1000 platom, akkor tessék, itt van, támogatlak 1000 plattal, mert szeretném látni, hogyan fejlődik, de abban az esetben látod, hogy az ember magától hagyja, és csinálja, és felhúzza a karakterét egy rövid időt belül, mert ráérzett a játékra. Tehát ilyet is lehet, és akkor valamikor természetesen mondjuk visszaadja ezt az 1000 platot, de hogyha tényleg fölösleges 1000 platot, akkor hozzunk 1000 platot, hogy felbúsztold a karakterét, abból a szempontból ez már a saját döntésed. Én jobban preferálom a másik oldalt, jobban szeretem azt, hogy nem odaadok bármit, és hanem megmutatom, hogy lehet elérni. És igen, ez lenne a sok-sok videónak, az évek alatt csináltam az egyik fő mondani valója. Tehát ez valahol az én úgy gondolom, legalábbis szeretném úgy gondolni, hogy a videók, amiket megcsináltam az évek alatt, mindenféle videó az évek alatt, leginkább a shooterekről, ezért része annak, amit én szeretnék visszaadni, mind abból, amit tapasztaltam és kiismertem a játékvilágból, mindezt összekeverve, mindezt a tudásanyaggal, amit összeszedtem az évek alatt a valóvilágból, és remélhetőleg egy olyan videó sikerült ebből is, ami elnyerte tetszéseteket. Mit gondoltok erről? Azt hiszem, egy eléggé nagyon, egy kicsit kemény szabály abból a szempontból, ugye, hogy
hogy egyes emberek elvárják azt, hogy mások adjanak nekik, de sajnos nem az a világ, és azt hiszem nem ez a működési rendszer kellene legyen. És egyes emberek természetesnek veszik azt, hogy inkább tanulnak és megszerzik maguknak mindazt, amit kell. És hát ja, én is inkább ennek a híve vagyok. Nem szeretek odaadni semmit, de meg szerettem mutatni, hogy hogy kell oda eljutni, hogy meglegyen mindaz a dolog. Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet, srácok! Ha tetszett a téma, akkor feliratkozás gombra rá akart tintani, kérem szépen. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!